A Szabadkai Közkórház a migránsok megjelenése óta egyre nagyobb nyomásnak van kitéve. Az egészségügyi intézményben az EU-ba igyekvők is megfordulnak, így egyre gyakrabban jelentkezik a gyógyszerek és a fertőtlenítőszerek hiánya. Opšta bolnica Subotica kao regionalni zdravstveni centar suočena sa problemom priliva velikog broja migranata koji dolazi kako u naš grad i Severno-Bački region i zahvaljujući društvenoj odgovornosti kompanije Hemofarm mi smo dobili jednu značajnu donaciju u sanitetskom materijalu, lekovima i svema čime se suočavam kao problemom. Antibiotikumokat, vitaminokat, fájdalomcsillapítókat és fertőtlenítőszereket adományozott a Hemofarm alapítvány a kórháznak. Sandra Szávitja a gyógyszergyár képviseletében elmondta, társadalmilag felelős vállalatként kötelességüknek tartják a segítségnyújtást. V ovom trenutku nekim drugim ljudima je potrebna ta vrsta pomoći na njihovom putu u kojem oni veoma često osjećaju i veoma teške patnje. To je samo po sebi problem i država u kojoj oni stižu i prosto ono što je naša poruka danas je solidarnost. Mi moramo da pokažemo solidarnost, zajedništvo i organizovanost da bismo zajedno sa državom mogli da i ovaj izazov savladamo. Alexander Vulin szociálpolitikai miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbia nem képes egyedül megbirkózni a migránsok áradatával. Hangsúlyozta, a helyi lakosság érdekeit is szolgálja az országon átvonulók egészségügyi ellátása. Ukoliko budete imali lečene i zdrave migrante, onda nećete imati ni strah kod lokalnog stanovništva, kod građana Subotice, da će se pojaviti nekakva zaraza, da će biti nekakva epidemija. Svaka pomoć koju damo ovim ljudima je pomoć našim sugrađanima, zato što će naši sugrađani moći da žive mirno i bez straha da će se nešto u njihovom životu promeniti. Vulin megköszönte a Hemofarm képviselőinek a segítségnyújtást, szerinte a többi cégnek is követnie kell a Hemofarm példáját, mert ezzel nem csak a migránsoknak, hanem Szerbia lakosainak is segítenek. A tárcavezető újra elismételte, Szerbia nem tudja egyedül megoldani a migráns problémát, segítségre van szüksége a nemzetközi közösségtől.